A KSH szerint közel 400 ezer forintra emelkedett a nettó átlagkereset, az infláció miatt azonban egyre kevesebbet érnek a fizetések. A reálbérek több mint 6 hónapja csökkennek. Egyelőre nyitott kérdés, hogy mikor törik meg a negatív tendencia. Magyarország a fogyasztásban és más jóléti statisztikákban is egyre hátrébb csúszik az unióban. Alatta, határozottan alatta. Sok embernek csak álom a nettó 375 ezres fizetés. A KSH szerint már pedig márciusban ennyi volt az átlag, amit a kedvezmények csak nem 400 ezer forintra is felhúzhattak. A legtöbben azonban úgy vélik, hogy ebből az összegből sem lehet nagy terveket szűni. Megélhetése. Épp hogy a megélhetése. Fú, hát ez nagyon kevés szerintem. Nekem 3 gyerek van, úgyhogy az kevés. Úgyhogy nekem, ha a férjem nem keresne jól, akkor nem tudnánk megélni. Egy tudatos életvitelt akarunk folytatni, tehát hogy legyen megtakarításunk is rövid, közép és hosszú távra is, akkor mindenképp egy 5-600 ezerre lenne szükség. Ez viszont a társadalom többségének szinte elérhetetlen. Ha 2022 első 3 negyedévét vizsgáljuk, akkor 12 olyan megye is van, ahol a nettó átlagkereset a 300 ezer forintot sem érte el. Az országos átlag ekkor 335 ezer forint volt. A jelenlegi helyzet sajátossága a hónapok óta tartó reálbércsökkenés. Csak márciusban 7%-kal ért kevesebbet a készhez kapott fizetés, mint egy éve. Már elképzelhető, hogy mondjuk ilyen ősztájéken már minimális reálszintű növekedés történik, viszont ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egész év vonatkozásában kimutatható lesz a reálszintű növekedés. Nagyon érdekes, hogy az első 3 hónapot vizsgálva majdnem 11%-kal csökkent a fizetések vásárlóereje. Ennyivel kevesebbet kapunk a boltban, hiába nőnek a keresetek. Ha pedig a tényleges fogyasztást nézzük, ami az életszínvonal egyik mérőszáma, Magyarország abban is elmarad az Unióban. 2021-ben az egyfőre jutó fogyasztás az EU 70%-át érte el, amivel csak Bulgáriát előzte meg Magyarország. Hosszú évekig arról volt szó, azt mondtuk, hogy Magyarország az Európai Unió alsó harmadában foglal helyet, akár a fogyasztást tekintve, akár a béreket tekintve. Most már viszont mondhatjuk azt, hogy Magyarország az Unió alsó negyedében foglal helyet. Ez részben az olcsó munkaerőre épített gazdaság miatt van így a szakember szerint.